Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és egy érdekes játékkal fogunk játszani. Egy puzzle platformer jellegű játékkal. Egészen pontosan még én sem tudom, hogy milyen. Láttam itt-ott, amott, és úgy megtetszett, úgyhogy valószínű érdekes a játék. Hát ezt persze majd meglátjuk. Platformer alapvetően, és állítólag nagyon szép az art style körülötte, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, ezt fogjuk ma megnézni. Hát viszonylag röviden, most olyan hosszú streamet nem tervezek, de csak rápillantunk a játékra, aztán meglátjuk, hogy tetszik-e vagy sem. Szép estét! Hát Seritadi, hamar elfogynak ezek a csatorna pontok itt a botban, úgyhogy gyűjtögesd mindenképpen. Szép estét neked is, és mindenkinek. És akkor azt mondom, hogy kezdjünk is bele. Santa Monica Studios. Érdekes. Ez így, már itt is vagyunk. Ja, a options. Hát akkor. Audio. Igen. Oké. Hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Cloud Interpolation. Ez nem tudom mi. Oké. Na, legalább felbontásunk van. Oké, Move, Look, Right Stick. Jó, ezt majd megnézzük. Back. Start. És ha hangos vagy halk, akkor szóljatok, de majd még beindul a játék, akkor majd beállítjuk a hangot. Oh, hello. Ezek vagyunk mink. Hát igen, az irányítás azért különösebben nem tűnik nehézkesnek. Valószínű majd itt az lesz a nehéz, hogy meg kell találni, hogy hova kell menni. Hát menjünk arra az oszlopok fele. Vagy mik azok. Igen, itt lassabban megyünk föl. Mint hogy fölfele lassabban megyünk. Csak kitalálom mondani.
Na ez micsoda? Menő. Hát homok az van. Hű, ez nem tudom mi volt, megnyomtam egy gombot. Föltámadt a szél. Érdekes, mert a kamera úgy magától beáll valamilyen irányba. Gondolom abba az irányba már menni kéne. Hát Enes, ez egy nagyon jó kérdés. Igen, letett minket ide a... a sivatag közepére. Ott a távolban van valami, menjünk oda, nézzük meg. Szóval letett ide a sivatag közepére, de hogy... hova kell menni? Meg mit kell csinálni? Én őszintén szólva szívem szerint a sivatagból kijönnék. Mert ott túl sokáig bent lenni nem jó ötlet. Bár őszintén szólva a sivatagban még nem voltam. De gyaníthatóan eljönnék onnan minél hamarabb. Na ez micsoda? Magától megy föl, mert nem kell ugrani. Itt tudunk ugrani. Oké. De nem tudunk akármennyit ugrani, vagy? Na várjatok. Igen, most már nem tudok ugrani. Jó. Kamera megint vacakol. Nagyon jó. Amúgy is a játék a lényeg. Rengeteg streamer van kamera nélkül. Mégis csak a baj van vele. Na jó, ezt az ugrást eltesszük. Ó, ez nem a miért. Enes, ez egy sima webcam, ilyen 7000 forintos vacak. Ez nem a miért. Ez micsoda? Gyere csak ide! Köszönöm, Sedit Adri. Ezt jó hallani, bár... én nem vagyok meggyőződve róla személy szerint. Ja, van komoly kamerám is, csak azt nem erre használom. Komoly, hát egy ilyen egyszerűbb mielcem van. Itt a leírásban megtalálod egyébként, hogy mi van, de az fotózásra használom csak. Ez mint egy ilyen város lenne. Ilyen település.
Na mindig menjünk le oda a középre. Szia Kambri, szép estét! Amúgy azért van ilyen jó képe, mert tele van világítva az arcom. Jó képe, hát... Na, mihez képest? Ugye a fény a lényeg, hogy megfelelő mennyiségű fény legyen. És akkor végül is mindegy, hogy milyen... Hát nem mindegy, hogy milyen kamera, de nagyjából. Stopsoros egyébként. Szia, szép estét. Nem is egy rossz ötlet. Generálnánk nekem szakállat. Most hosszabb lett a sálunk? Fú, ezen tényleg elgondolkodok, stopsoros, egy ilyen kis hétvégi projekt. És ilyen nagy Kratos szakállat csinálnék magamnak. Na jó. Ezt meg kell csinálni. Meló stream gyanánt. Kiszabadítottunk egy csomó sálat. Szevasztok. Ja, csinálunk ötfélét. Oké. Hát szedjük össze, hogy milyen szakállak kellene. Kratos az biztos lesz. Nem tudom, ők akkor segítenek ugrani? Várjatok. Oda el tudunk ugrani? El. Nem tudom, ilyenkor mi történik. De... Gondolom lehet... Lehet ugrani. Ah, jó lenne megfejteni, hogy hogy működik ez a játék. Na majd idővel. Ha. Most a sálunk kevesebb. Na várjatok. Én vagyok a hülye. Várjatok egy percet. Hát a játék meg kilóg a képből. A játék fel nincs a képbe. Istenem. Na most elhasználtam az összes ugrásom. Ja, ilyen helyen lehet tölteni? Ah, szuper. Hát, Sherit Adrien, nem ilyenre gondoltam, hanem konkrét embereknek, hogy milyen szakálla van. Tehát, mit tudom én, hogy Kratos. Jó, hát ember, hát idézőjelben, mit tudom én. Van a kosaras a James Harden. Na, neki nagyon jellegzetes szakálla van. Például. Na, menjünk tovább. Közben koncentráljunk ide is. Jó. Szerintem én arra fogok menni. Ott a fény felé. Csak oda ki kéne találni, hogy hogy megyünk el. Szia Nevermind, hello hello. Órád volt. Ilyen későn. Szörnyű. Na,
Csak azt akarom mutatni, hogy ott van fény, úgyhogy oda kéne átugrani. Frida Kahlo? Frida Kahlo szakál. Ismerős valannan a név, de... annyira szörnyű, hogy nem ismerem az ilyen népszerű embereket. Frida Kahlo. A név ismerős, de így hirtelen nem tudnám. Mekkorát ugrottunk, láttátok? Az igen. Oké. Tudom, ezeket így föl lehet kapcsolgatni. Ah, így beaktiváltuk. És itt most leülünk. Híres festőnő. Ah, oké. Köszönöm, bocsánat. Mondom, na. Közben egészségetekre. Ó, ez a achievementek? Hogy miket néztünk meg a pályán? Ja. És akkor lehet menni tovább. Hát akkor... köszi. Ott van egy sötét alak. Az alagút végén. Ez egy homokesés. Hát homok az van. Azt írták is a játékról, hogy... jó, oda kéne eljutni, ott van megint a fény. Mondom valahogy, itt akkor össze kéne gyűjtögetni, hogy legyen annyi ugrásunk, hogy oda föl tudjunk menni. Gondolom. Na hát akkor... oké, erre láttam valamit. Nem lehet gyorsabban futni. Nem, mintha sietnék bárhova is, csak... aha... jó, itt föltöltöttük az ugrást. Nagyon jó. Hát akkor menjünk felfedezni, vagy... mintha itt lenne egy kis hint körbe, ha látjátok. Például most közvetlenül itt. Mintha egy ilyen tipp lenne, hogy merre kell menni. De lehet, hogy csak a fényt jelöli. Hát igen, valószínű, csak a fényt jelöli. Tehát a pálya végcélját.
Nem volt még különösebb sztori, nevermind, de egyszer csak így leszpónoltunk, és ennyi utadra. Igen, a beégett plazma tévén észre se veszed. Ha annó tudtam volna, hogy beszüntetik a plazma TV gyártását, biztos bestekkeltem volna, vagy hármat. Erre is látok valamit. Aha, látjátok ott hátul. Ez mi volt? Szevasz. Nem tudom, mit akar. De én csak játszani akarok. Jó. Nem tudom, elvileg online a játék. Most azt nem tudom, hogy ő akkor NPC vagy kolléga. Hát igen, player mozgása van, csak... Whatever. Na mindegy, menjünk tovább. Igen, nem olyan NPC-s, de... Hát a fene se tudja. Mondjuk írtak valamit, hogy vannak ilyen companionok is. Ó, az menő. Igen, igen. A héten csupa olyan játék volt, hogy most mit kell csinálni, mi történik, hova kell menni, ez kicsoda. Hát, mint a munkám kb. És mi történik? Mi van? Whatever. Na mindegy, menjünk tovább. De most meg őt jelöli, hogy vele menj, tehát hogy arra menjünk, ahol ő van. Tehát ott a kis jelző őt jelölte. Hát nem tudom. Lehet amúgy, hogy online companion, nem tudom. Mindegy, menjünk. Szedegessük ezeket a sálakat.
Amúgy se játszottam online már 1000 éve. Ha megyek dolgozni, nehogy lecsapjam a boss-t. Igen. Nem lenne jó. Jó, szedjük össze. Igazából nem lett volna szerintem muszáj ide eljönni, de mindegy, eljöttünk. Jó, menjünk tovább a kövisálhoz. Stopsoros, majd izét szeretnék reddedezni. Csak az a vég, lehet, hogy jó lenne végigjátszani a alapgémet. Ja, ez tuti, hogy valami online player, nem NPC. Ugra-bugrál, meg nyomkodja egyfolytában. De mondjuk lehet, hogy nincs meg minden, mindannyiótoknak a Red Dead Online, szóval... bár mondjuk a Red Dead Online az nem drága, az ilyen... pár ezer forintos tétel, ha jól emlékszem. Tizen pár euró, igen, tehát olyan... viszonylag vállalható. Mondjuk hozzá a hardware, ami kell, az már nem annyira, de... mondjuk megy PS. Hát mondjuk nem tudom, crossplay van-e. Tehát ilyen PS... PC crossplay. Ezt majd meg kell nézni. Már nem mintha PS5 lenne mindenkinek. Mondjuk az még 4-re jelent meg talán. Igen, 4-re jön. Na, akkor elvileg egybe van a híd. Szóval... hát még ott látok sállat egyet. Aha, azt még csináljunk már meg. Még nem megyünk haver, még ezt... ezt még megcsináljuk. Hiányos vagy, értem. Hát igen, a Red Deadnek tényleg ez az izéje, hogy nincs konzolod, akkor... na. Még ott is van. Na, hogy azt is felszedjük, aztán megyünk. Szerintem más már nincs. Jó, csak itt most... ja, erre tudunk menni, jó. Oké. Azt hittem vissza kell menni a elejére. De csak ideig kell. Ne szakítsd el, te buta. Ó, és itt tudunk... tudunk repülni fölötte. De menő.
Na. Kösz a segítséget, haver. Nem tudom, jöhetsz a kövi pályára. Mondjuk Nevermind nem is... Nem is... ma már ezek, tényleg ezek a game streamek, mármint nem ez, mert... hanem a... tehát az ilyen Xbox Game Pass-es, vagy ugye a... hát a PlayStation-nek is van valamije. De ezek aránylag jól működnek most már, úgyhogy... Igen, tehát ez az, hogy tulajdonképpen egy videostreamet kell csak kibontanod, ahhoz meg tényleg, tehát kenyérpirítón elmegy. És még net se kell hozzá olyan nagyon sok, mert... tehát annyi net kb. Elég, mint amit itt látsz most. Tehát nem hiszem, hogy szignifikánsan több lenne 6 megabitnél ez a videostream, max 10. Tehát tényleg kb. Annyi net kell, és szerintem az még telóról is elmegy. Legalábbis én például a PS-t, ugye van a Remote Play, nekem itt az asztalon is itt van, meg telón is. Tehát úgy is tudom, hogy a telómat összepárosítom a kontrollerrel, de kontroller nélkül is, mert a telefonon simán megy. Tehát mondom, telóról is megy simán Game Pass. Hello? Ez most olyan ugyanaz, vagy más? Jó, hát összepárosodtunk, vagy nem tudom. Menjünk, nem tudom merre kell. Erről hallok valami hangot. Gyere velem, én se tudom hova megyünk. Ja, arra. Arra, oké. Akkor csúszunk le, gyere. Ne ugorj, csúsz. Igen, hogyha telóról játszol, akkor szíthatod nyugodtan a touch controlt, hogy mennyire bénán van megoldva, főleg ha androidos. Na, ezt szedni kéne, ezt a sálat, haver. Menjünk utána? Hát menjünk. Ez sandbox, a javából a stópsoros helye. Ja jó, mert ez folyamatosan tölt, tehát azért nem baj, hogyha ugrálok, mert... jó, lassan kezdek rájönni, hogy mi van, és ez elvezetett ide a kövi. Hát én sálnak hívom, lehet, hogy nem az, mindegy, nekem ez ilyen sál. Na, szedjük. És így
rá lehet állni gyakorlatilag. Te most mit morzézol? Mi van? Menjünk arra? Jó, hát menjünk. Ó! Ha! De mit csináljak? Ez egy virág. Megtaláltuk a virágot. Jó, szuper. Amúgy, lehet, hogy ő ismeri a játékot, amúgy. Most nem tudom, merre megyünk. Jó, nem mehetünk arra inkább? Itt jönnek a Aladdinos csodaszőnyegek utánunk. Na, menjünk. Mutatják nekünk az irányt. Itt van egy ilyen rom, de itt meg nem lesz semmi, mi? Ja nem! Ó! Oh. De ott... Pff, ötletem sincs, hogy most ez mi. Nem tudom, mit kéne csinálni. Nyomjak meg valami gombot? Semmi. Mindegy, menjünk tovább. Igen, én is azt láttam, hogy valaki másfél alatt játszotta végig a játékot. Ez olyan, hogy lehet, hogy ő tudta, hogy mit kell csinálni. Úgy lehet, hogy könnyebb. Vagy lehet, hogy ezek nem is az utat mutatják. Nem tudom, mi? Hát nem tudom. Az mit? Sikerült fölvenni. Ah, ide akartam följönni. Nem tudom, miért nyomkodja. Nem tudom, mit akar. Én sem tudom, hogy hol vagyunk, haver. Na mindegy, menjünk arra ott. Lehet, hogy ezek a szőnyegek csak tudják, hogy hova kell menni. Ó! Oh. Oké.
És így megáll, és így néz rám. Na jó. Hát menjünk itt végig. Ó! Oké. És így fölhoz. De jó! Ők onnan nem tudnak kijönni. Miért nem tudnak ők onnan kijönni? Nem olyan, mintha ott be, ilyen csapdába estek volna. Na mindegy, menjünk tovább, aztán hát ha később lesz valami lehetőség, ahol ki lehet nyitni. Közben itt neki megyek a falnak. Mondom, akkor itt az a feladat, hogy őket ki kell szabadítani. De most... De ha itt most tovább megyek a pályán, akkor ők fogságban maradnak, nem? Tehát ez már elvisz a kövi pályára. Na mindegy, nézzünk még szét egy kicsit. Ó, itt van egy ilyen izé. Ó, ne ülj le. Na mindegy, most már. Akkor megyünk tovább. Na mindegy. Ez nagyon örömteli. Kiszabadultak a szőnyegek. Jó, akkor ez volt a feladat. Jó. Nem mindig egyértelmű. Jó. Oké. És akkor itt még van két ilyen izé.
Jó, menjünk tovább. Okay. És így most ők visznek tovább. Oké. Okay. Igen, érdekes volt, hogy az elején ki lehetett választani, hogy milyen nyelven legyen a játék. Azóta egyetlen egy emberi szó nem hangzott el. Ah, megjött a cimbi is. Na gyere! Itt mi történt? Merre menjünk? Menjünk arra? Nekem jó arra is. Igazából arra se tudom, hogy mi van, szóval... Az fontos lenne, hogy ne engem kövessen, mert én nem tudom, hol vagyok. Mondjam el neki? Hát, hogy morzézzem le? Jó, hát arra én nem látok már semmit. Mondjuk amúgy se, de... Jó, hát ott fönn, mintha lenne még valami. Amivel meg tudnánk a sálunkat hosszabbítani. Igen, az azt jelenti, hogy mennyit tudunk ugrani. Tehát ahogy ugrok a X-el, úgy azt használom el. Látod, most elfogyott és most nem tudok ugrani. De itt ezeknél föl tudom tölteni. Ha közelebb jönnének. Látod? És így most tele van. Igen, haver, oda akarok én is fölmenni, csak... Hát eddig sikerült. Hogy lehetne oda följutni?
Passz. Ezek a szőnyegek honnan jönnek? Na, én... Próbáljunk meg itt fölmenni valahogy. Na. Nem tudom. Lehet, hogy itt még valamit még csinálni kéne. Miért nem tudok föntem menni? Gyere már! Mert egymást is tudjuk tölteni egyébként. Na. Gyere! Nem érti. Olyan ez a játék, mint a balett előadás. Hát pont annyit értek belőle. Na jó, mindegy. Nézzük meg, hogy itt mi van. Én most így nem tudok felugrani. De most hova... Ez hol van? Na. Nem, oda nem, szerintem oda nem lehet fölmenni. Na jó, menjünk tovább. De persze itt lehet, hogy semmi nincs. Na jó, valamit itt még kell csinálni, mert ide nem tudok följönni. Hát ha csak így nem. Vegyük föl azt. Hát megpróbáljuk. Hát neki nem sikerült. Vagy akkor most neki is megnyúlt a...
Ja, szerintem neki is. Jó. Oké, innen már elértük. Jó van. Szuper. Igen, neki is hosszabb lett a izé. Jó. Akkor a loot az ilyen... mindkettőnknek van. Na jó, menjünk tovább. Ne keringőzzünk itt. Kéne egy szőnyeg. Hát nagyon menő néz ki, azt kell, hogy mondjam. Szevasz. Oké. Okay. Hát nézzünk szét itt is. Bár itt lehet, hogy már egyből mehetnénk is tovább, de... 17 percet kellett vinni? Úgy, mint az Elden Ringet, 4 percet. Így van. Ja. Csak jó lenne tudni, hogy itt mi történik. Úgy alapvetően... mondjuk... néha az Elden Ringben se tudtam persze, hogy mi történik, de az már más kérdés. Valószínű, így semmi nincsen. Jó. Hát menjünk. Ó. Van ott valami? Na, lehet, hogy mégis van ott valami. Ó. Ja. Ó. Oké. Okay. És hogy ő csak kettőt tud kinyitni, én meg a másik kettőt. Nice. Ez jó, hogy megtalálta. Na most már mehetünk, vagy?
menjünk akkor. Most, amit láttam legutóbb, ilyen Elden Ring challenge-et, az az egy újas végigjátszás. Tehát, hogy csak egy újat használt a hölgy a kontroller irányítására. Amikor becsatlakoztam, már a Kremlin fórumban volt. Mindegy, Elden Ring Challenge-ben nekem akkor is azért tetszett a legjobban ez a duál végigjátszás, hogy két instance-t játszott egyszerre. Tehát az egyiket PS-en, a másikat PC-n. És a boss fight-okat, tehát az volt a szabály, hogy egyszerre kell megcsinálnia. Tehát ha az egyikben meghalt, akkor másikban is meg kellett halnia, mert akkor nem jó a challenge. Egyen is alig bírtam végigjátszani, nem hogy egyszerre kettőn. Na, menjünk! Itt nagyon sötét van. Ez micsoda? Igen, igen, PC-n dancepaddal, PS5-ön meg kontrollerrel. Hát úgy voltak meg a végtagok száma, mert hát ugye azért normál esetben két végtag kell egy Elden Ring játszáshoz. Hát kettő a lába volt. Én benézek, hogy itt mi van. Semmi. Itt sincs semmi. Egykezes kontroller. Mondjuk most, hogy belegondolok, igazából miért is ne? Megyek, megyek. Már nagyon hosszú a sálunk. Oké. Mehetünk tovább.
Most nem tudom, hogy ezeket miért... Ezekről meg eltűnik a... az írás. De itt meg nincsen semmi. Ezekkel kell valamit különösebben csinálni. Mint hogyha nem is nagyon lehetne. Vagy nem így kéne. Mindegy, menjünk tovább. Most itt nem akarok már... Nem tudom, hogy mit lehet csinálni még. Jó, vagy lehet, hogy... Az, hogy így föléleztem, akkor tudok bennük repülni. Vagy hát ugrani. Csak haver, mi van itt? Na? Ez milyen menő? Megint nőtt a sálunk. Oké. Mondjuk neki a ruháján is van hímzés, nekem meg csak a sálamon. Ez mi? Tovább. Az mi boss fight lesz, vagy micsoda? Nincs mivel. Legalább egy katonát adna a játék, vagy valamit. Na jó, nem. Az a nagy kősárkány így elment.
Mindig menjünk tovább. Hája, egy-egy. Ah, ott van. Nem tudom, mit fogunk vele csinálni. Rohadék. Láttátok? Megette a szőnyeget. Ja, majd a Space Weaver, igen. Space Weaver majd csinál egy újat. Shit. És akkor most... Meglettem csonkítva. De nem volt szó, hogy itt ilyen ellenségek is lesznek. Hát megpróbálunk így ellopakodni valahogy. Hát... De hogy? Most őt észrevette. Oké. Hát valahogy túléltük. Menjünk tovább? Menjünk tovább, nem? Ja.
Hát nekem ez túl művészi ahhoz, hogy értsem. De igyekszem. Na jó, hát én akkor kimegyek sörért. Lehet ő is kiment sörért. Mindjárt jövök. Itt is vagyok. Na ne türelmetlenkedjél, itt vagyunk már. Jó van, jó van. Menjünk. Így tolt. Nem, biztos, hogy nem AI. Ez, tehát, ha csak nem valami GPT is. Nem. Biztos, hogy nem. Ez biztos, hogy humán. Még az is lehet, hogy stopsoros itt titokba fölrakta a gémet, és ő... Nem. De nem AI. Hú, segít Adri, tényleg. Ezt elfelejtettem. Na majd veszek... legközelebb is, mert ízlett amúgy az a sör nagyon. Ez a Windsor Knot. Knot, mint csomó. És akkor majd lövök egy képet róla. Erre most azért nem tettem, mert ilyen, ezt már tett, ilyen már van, amit most ittam. Hát stopsoros ezek szerint van. De ja, én se tudtam. Úgy sosem fixen tudunk repülni. Az menő. Oh shit.
Vártok már, itt mi van bent? Semmi. Na, az szuper. Jó, ezt gondolom már nem kell fölkapcsolni, mert ez föl van. Igen. Jó, hát akkor megyünk ott föl itt ezeken a hát medúzákon. Ez micsoda? Ezt ő vette észre, pittyegett. Úgy pittyegés van, nem pedig voice chat. Oké, és akkor most ide föl tudunk jönni. Szerintem majd később tudunk fölmenni, nem? Ja. Hát vagy... Jó. Akkor megyünk később. Ez szerintem így körbe pont oda fog fölvinni. Igen. Nyolc éves orosz csé játékosok. Csé? Még ha csé lenne. Fortnite. Csé. Az még nem lenne gond, ha csé lenne. Jó. Menjünk föl, nem? Igen, itt a pálya vége. Vagy még
van valami? Olyan nem játszunk. Ne szívas már. Ő is kimegy sörért. Nem tudom. Köszönöm a csíreket, így visszafele is, csak akkor elmaradt. Köszi Sedit, Adri. Csak mondom el a HMRC-nek, hogy ez nem olyan csír. Ez ilyen... tehát ilyen bot currency. Meg a home office-nek is. Ó, Sedit Adi, találnak olyat, aki tud. Hidd el, találnak olyat, aki tud magyarul. Van itt egy pár. És itt vagyunk már a hegynél. Nem is figyeltem. Második legnagyobb magyar városban élek. Hát, igen. Ó, de szomorú vagyok, hogy nekem ilyen kicsi a sálam. Mi van? Valamit akar... Csak nem tudom, hogy mit. Lehet, hogy van még itt egy ilyen... méret nagyobbító? Lehet. Ó, nem. Itt van még egy ilyen izé. Ok. Gondolom az achievementhez. Ez a srác, ez, vagy hát, na. Ő tudja, mit csinál. Ez mi? Na jó, mehetünk most már. Szerintem akkor ő már játszott ezzel a játékkal.
És akkor tudja, hogy mi merre van. Menő. Hát csak kéne valami... Egy még mindig hiányzik. Csak kéne valami online játékkal játszani. Jackbox? Geszer. Az olyan, mint a GeoGuessr. Ez konkrétan az. Na mondjuk azt... Azt mondjuk akár játszhatnánk is. Bár mondjuk... Ja, web extension. De akkor azt... Akkor gondolom a izének van... Na már megint itt vannak ezek a szörnyek. A GeoGuessr-nek van... valami API-ja. Akkor az úgy lenne, hogyha mi írjuk meg, nem? Nem állt egy GeoGuessr Premium Subscription. Kinek van arra pénze? Ez mi? Jó. Hát ha semmi, akkor semmi. Igen, szeles a... A Seritadri... Mi mindenről értesíteni fogok itt a chaten mindenkit. Mindennek megvan a maga sora. Mondom, ő tudja, hogy mi történik. Egyből beállt ide az oszlop mögé. És pittyeg, amikor mehetünk. Szerintem ő már játszott ezzel a játékkal. Még ő volt, aki így tolt előre, míg kimentem sörért. Lehet, hogy azt is tudja, hogy lehet tolni a másik játékost. Oh, hello.
Jó, hagyjuk akkor béké. Jó, akkor menjünk. Nevermind, ez nagyon ravasz. Te most utánam jöttél? Jött utánam. Azt hittem, hogy ő utána megyünk. Na mindegy. Jöjjünk tovább. Ó, és itt megijelzett, hogy itt van fönt valami. És így néz rám, hogy... Mehetünk? Oké, menjünk. Nevermind, amúgy minden jövedelemből adózni kell. Nincs mese. Egy olyan adórendszerbe, ahol belefér ott, ez annyira nem nagy baj. Hát figyelj, ha zsebbe megy KP, akkor azt úgy kötöd, hogy akarod. Nyilván azt nem fogják látni. De... Hát se nyitodni semmiképpen se. Nem tudom, mit akar mondani. Azt sem tudom, hogy jó fele jövünk-e. Gondolom amúgy. Itt a szélen elsünnyogunk a sárkányok mellett.
Igen, közel kell maradnunk egymáshoz, mert akkor töltődik a sál, és amúgy a fagy miatt merül automatikusan. Tehát anélkül is merül, hogy ugrálnánk. Kili a navos drón. Azaz. Merre menjünk? Ide be. Oké. Mondom, ez tudja, hogy mit kell csinálni. Ez a kolléga. Hát menjünk. Az ott megy körbe-körbe. Menjünk, hát... Oh shit. Na most mi van? Jó, hát ez van. Most mit csináljak? Jöjj itt nekem.
így alakult. Lehet amúgy, hogy a srác ilyen ezredjére próbálja már meg végigjátszani a játékot. Hát, ha most sikerül a kimaxolni a sálat. Ez mindig kifog valami hülyét. Mint én, például. Gyerünk. Nem jössz? Sűvítenek a szelek. De most hogy lehet, hogy nekem is elfogyott a sálam teljesen? Itt megállunk. Hi, Raving Madness. Igen, a srác. A srác tudja, hogy mit kell csinálni. Mindegy, megyünk a másik úton. Hát most ez van. Thank you.
fejünk itt. Topsoros. A srác itt Twitchen az gender semleges. Csak mondom. Ugye ezt tudjuk nagyon jól. All good. Nincs sálunk, kész, ennyi volt. Eddig tartott a sál. Embertelen. De most merre kell menni, az a helyzet, hogy azt se tudom, amúgy. Hát mindegy, jövünk. Csak előre, nem hátra, oké. Erre jók vagyunk, főnök? Na, úgy, mint a csöndesedne a vihar. Még kockával fagyunk lassan. Ez kicsit kezd hasonlítani, mint volt ez a DiCaprio film. Mi volt annak a címe? Ami én 2,5 óra szenvedés. Amiért végül Oscar-díjat kapott. Revenant, azaz. Ó. Oh. A hölgyek. Vagy hát... Na megint feltételeztem valamit, ugye? Lehet, hogy urak. De lehet, hogy egyik se. Ó. Oh. Hmm.
én irányítok amúgy. Csak mondom, tehát ha bármi rossz történne, az az én hibám. Ez ő. Menjünk. Oké. Na most hol van? Menjünk föl. Igen. Nagyon romantikus, köszönöm szépen, de úgy mennék. Nem mintha sietnék valahova, csak... Na jó. Menjünk. Ugye most már fönt vagyunk a hegyen. Gondolom ez azért úgy látszik.
De mi van? Mi van? Ott hagytunk valamit, vagy mi? Oh, menjünk. Nem tudom, mit akar. Szilvás buktát, mert azt szeretem. Mondja, hogy ne menjek arra. De akkor merre menjek? De, menjünk. Lehet, hogy ő tud valamit. Miért ne menjünk arra? Hogy tudt ugrani? És így bemegyünk a fénybe. Én kis barátommal. Na, ez egy nagyon-nagyon meglepő játék volt, több szempontból is. Na, lehet, hogy ezért kellett a nyelvet kiválasztani az elején, hogy a credits az milyen nyelven menjen. Hát, én nagyon meglepődtem őszintén szólva, mondjuk alapvetően ezen az online companion dolgon, hogy ez, erre nem számítottam. Mármint, hogy így csak random bedob valakit, és akkor nyomjuk ketten. Valamit olvastam, hogy van ilyen, nem nagyon akartam el spoilerezni magamnak. De mondom, ezen nagyon meglepődtem. Nevermind, egyébként így van, megtörtént, ami megtörtént. De hogy mi történt, az fogalmam sincs. Oké, hogy lehetett így a sálat, ugye a méret, meg lehetett így utazni, mert végül is tényleg journey, mentünk. De hogy amúgy mi történt? Fogalmam sincs. De mondom, ez tényleg egy balett előadás volt.
a balett operába se azért megyünk, megértjük, mi történik. Raving Madness, yeah, I did like it. It was great. It was a real surprise for me that this online companion thing. I didn't expect that. So it was a bit of a surprise, but it was great. I didn't really understand what happened, but it was a great journey. So yeah. Anyways, back to Hungarian. Deutsch is ich nicht sprechen Sie Deutsch. I won't quit. I wait till the end. Yeah, never mind, that's true. The real story is the friends we made along the way, and the journey is the point, not the goal or the end of the journey. Yeah, so but yeah, Stopchuros, how about some Swedish or Danish maybe? I would love to see a summary in Swedish from you. Garma. Okay. So yeah, it was a really beautiful game, nice game design and nice art design. This was a quick playthrough in some sense. Of course, if you want to explore more, then it takes more time, so yeah. Yeah, I know, I realize I have flying works somehow. I need to collect, I need to fully charge my scarf, I guess, and then I can fly further, but yeah. Yeah. Companions met along the way. Oh! So he or she was my companion. Along the way. And I could have multiple companions if this one would left. Yeah, scarf charge, you can fly. And yeah, depends on the length of the scarf, you can fly further. Okay. Oh yeah, and even my companion charges me. Oh, that's great, great. You could have multiple companions if this was not an even-year game. Okay, cool. Start. Okay, let's start. Just to see what happens. Okay, and now I would start from the beginning, I guess. Well, Raving Madness, I will probably at some point will play again, but now I need to leave. Yeah, so now I need to leave.
Szó. Ah, okay. Thanks for the hints, Raving Madness. Okay, so back to Hungarian. Szóval tényleg köszönöm, hogy itt voltatok, és végignéztétek. Ez mindenképp thank you, Raving Madness. Thanks. Szóval mindenképp meg akartam nézni. Én tényleg nem gondoltam volna, nekem nagyon meglepett ez a online companion dolog. És hogy tényleg csak így bedobott így random valakit, és azzal játszottuk végig. Szuper. Tehát tényleg nagyon jó. Tetszett is a játék, mert tényleg jó az art design, meg úgy az egész, a zene, meg ahogy kinéz. Tényleg szuper. Mondom ezt, hogy tényleg, hogy mi történt. Nyilván ezzel még kéne játszani egy pár órát, hogy fölfogjam. De mindegy is, mert tényleg tetszett egyébként. Tehát szerintem szuper. Okay, Raving Madness. Thanks, thank you for the hints. No problem. English is okay. Okay, so... Szóval, akkor. Itt most tényleg megállunk, én elköszönök. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És köszönöm szépen, hogy végignéztétek velem a journey-t. A húsvéti időszakban nem lesz stream, viszont kedden, hát viszont, tehát a húsvét időszakban nem lesz stream, utána pedig kedden találkozunk. Valószínű a Dark Souls folytatjuk, de hát ez még változhat, majd meglátjuk. Ha esetleg találunk még valamilyen játékot, akkor lehet, hogy inkább az lesz, de az az alap, hogy a Dark Souls-t toljuk. Na. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy végignéztétek velem ezt a journey-t. Rettenetes szóvic, na mindegy. Legyen kellemes hétvégétek, kellemes húsvéti ünnepetek, legyen sok locsolótok, igyatok keveset, mármint szeszt. Aztán kedden találkozunk. Szevasztok!